újabb magyar gyártású horrorjáték. Azaz akarom mondani, Ihaj Csuhaj. Az Other Souls nevű játékot fogom kipróbálni, Steamen megtaláljátok. Tiszteletükre először fogok horrorjátékot játszani sötétben. Súlyos könycseppek patakzanak a szintén magyar gyártású szememből. Nagyon szépen megköszönjük már előre az Ozani Gamesnek ezt a játékot. Tessék, itt van egy virtuális képeslap tőlem nektek. Te vagy nékem az az asszony. Oh yeah! Nagy izgulás, nagy epikus izgulás. Sok dolgot felsoroltak itt nekem, tippeket, ahogy látom. Nem fogom őket megfogadni. It's a trap! Run to the car, he says. Flip, where are you now? See you at the bank. I'll be right behind you. The end is near. It is too late now. Jól hallom, hogy akcentusa van a démonnak, vagy bármi is legyen ez, ami kellemesen sütyörög a fülembe. Am I attracted to this? Kortyolok egyet az idegnyugtató tejámból. Nagy kortyolási pillanatok. Hát igen, egy kicsit kontrasztba kerültünk így a kezdetekhez képest, ugyanis katonásdit játszottunk, aztán most meg már hirtelen az ördög intenzívén. A closed portal. Where does it lead? Don't look! A karakterünk, aki valószínűleg egy katona, nagyon nyugodtan megjegyezte, hogy itt van egy zárt portál, gondolom ez ilyen mindennapos dolog. Ha az ördög intenzívén dolgozol, itt hozzák be a cukorbetegeket. Nézzünk szét, eddig amúgy ez nagyon szép. Mik azok a húgömbök a földön? Mi ez? Rúnákat kell gyűjteni. 10 rúnát. Húgömböt az én fordításomban, és... Szerintem ez a nővérke lehetett, jött bekötni az infúzióm. Nem vagyok jól még annyira. The man who learns to fear hell will never be free from it. Nővérke szelni fogja a folyosókat? Mi volt? Bocsánat. Ő beakadt a játék, hogy megtörtént a jumpscare. Jó Isten! Mi a baj? Olyan, mintha ilyen Prada csizma lenne rajtam. Tudjátok? A mennydörgés izgatott lett a csizmámtól. Oh! What's funny? What's so funny? Légy szíves, ne neves ki a csizmá! Elbuktunk! Nem álltunk készen arra, ami várt ránk valójában. Jézus! Valamit fel... Ez mi? Oh no! Erre nem álltam készen. Mit csörömpöl? Jézus! Jézus lejön a plafonról, én lehet, hogy halmaz állapotot változtatok. You're not. Ne beszélgessünk, jó? Mindig figyel, de kicsoda? Jézus? Azt tudom. Ez a lényeg, nem? Nem ez a lényeg? Nem ezt írták meg? Nem ez volt a lényeg! Bocsánat, egy kicsit izgatott vagyok. Lehet erre felé kúszni, mászni? Én nem csináltam még ma semmit. Itt laknak? Ez az egész a csizmám miatt történik? Valaki most már igazán megdicsérhetne. Kezd eltűnni az önbizalmam. Beugrik valami az arcomba, olyat nyekkenek. Hello! Nárag, úgy bemennék, de ezekben a csizmákban egyszerűen nem lehet ugrani. Pick up flashlight. I kill you! Nem már. Hol van a flashlight? Very much flashlight, very much.
Hittem, most már itt is elmehetek. And our prayers have been answered by those here. Állítólag bármit elüldözhetek ezzel a zseblámpával, legalábbis kaptunk rá egy nagyon egyszerű, de nagyszerű utalást. En garde! Itt egy rune. Remélem, ez nem olyan, mint a Slenderman, hogy így egyre több runt gyűjtök, egyre több hógömböt, és akkor egyre több... anyu. És akkor egyre több dolog történik, tudod, ilyen csúnya, csúnya, rossz, csúnya. Csúnya, rossz! Hol van amúgy a zseblámpám, hogyha nem a kezembe? A melleim között. Ja, a Prada csizmához jártak. Don't judge me. Laci! Jó nagy mappa van itt nekünk. Help me. Melyik őtöknek segítsük, srácok? Csak egy kezem van. Miért suttogsz több hangon? Skizofrénia vagyok. Jó napot kívánok, skizofrénia! Jó napot kívánok, én vagyok, skizofrénia! Fear is not shameful. The real question is how you face it. Igen, igen, igen. Minden... Mi? Kopog a kaki a WC-ben! Nem lehet felnyitni? Ó! Ó! Valaki... Valaki dobol. Laci! Nem vagy jól. Jó napot kívánok, skizofrénia vagyok. Úgy állítólag ez ilyen amnézia inspirálta és Outlast inspirálta játék, tehát van sanity, tudod, hogy romolhat a mentális egészségem. Mert csak úgy, mint a valóságban. Most itt, vagy itt vagyok a fénybe, akkor az az elméletem, hogy jobban kéne, hogy legyek egy pár másodpercen belül. De hogy lehetek jobban? Egyre jobban romlik a sanity. Sometimes even the bravest are afraid. Néha még a legbátrabbak is félnek. Hát ne is mondd! Ne is mondd! Nem vagyok jól! Valaki valamit dobjon már! Hagyj egyek már valamit! Hogy nem, hogy lehet magam szedálni? De el lehet bújni? Hát bújjunk! Egy gyógyszert nyomjatok már be nekem! Ó! Nincs valami, nem tudom, valami fogamzásgátló! Jaj! Hormonkezelésre jöttem! Doktor úr! Nagyon gyors vagyok. És hogyha itt elbújok esetleg? Agyam már nincs agyam. Nincs agyam konkrétan. Elfogyott, vége. Annyira gyors vagyok. Ezt nem tanították a démon iskolába, mi? Futni. Mi? Mi? Dude, nem már! Laci! Totál máshogy vannak szerintem a tárgyak. A hógömbök szerintem random helyekre vannak mindig pattintva minden egyes halál után. Battery. Elnézést, tudom, önnek csak egy csukája van, azonnal be kell újítani egy Prada cipőre. Ez sürgősségi eset. Uram, nincsen vibe-ja, sürgősségire kell menni. Felveszem itt is ezt a flashlight. Pattintom a flashlightba a batterit. Jesus on the cross! Ezt miért csináltad? Ez a kertet cicám. Akkora sarka van a csizmámnak. El nem hiszed. Ide még nem jöttem fel. Itt ülnek! Staffonli. Van bent valami, ami nagyon erősen harap. Hát uram, ön nem úgy néz ki, mint aki segítségre szorul. Inkább egy fotózásra, ha az én engem kérdez. Is this for real? Be tudok bújni? Hello! Hello! Srácok? Konkrétan nem tudtok rajtam kikezdeni, nem tudtok rajtam fogást találni, zseblámpám van. En garde! Itt mit kell nézni? Nem már. Ó, Laci. És ti már fel vagytok iratkozva?
Mi történik? Ez nem az a híradó, amit én szoktam nézni, mert az Antikrisztus ordít a tévéből. Nem meglepő. Magyarul. The voice is just one. Az egyik komrád lelőtte a másik komrádot, nem tudjuk miért. Megvadult, vadállat. Lerontják a fiatalokat a mobiltelefonok, meg az a hülye Facebook. Mi? Mi ez a nagy ding-dong? Úgy merül ez a flashy. Anyu! Akarom mondani. Anyu? Big Chad moments. I kill you! Szembe szállatok! A gonoszszal! Ha nálam van a kedvenc bugyogóm. Ó, itt valamit el lehet tologatni. Toljuk csak, toljuk! Hát itt nem nagyon lehet semmit csinálni, csak olvasni, azt meg ugye szeretjük a terror közepette is. Ha jól olvastam, akkor a katonák egy ilyen másik világ ellen küzdögettek, és hát is elbuktak, mert ahogy mondta, nem férhet meg az élő a halottak világában. Ez logikusnak hangzik egyébként, tehát adom. Hogy beférkőztek az emberek agyába ezek a lények, ezek az árny dolgok, és... Ez mi? What has this world done to you? Ott valamit beszélgetni kell, de nem akarok annyira. Nem az árnyékok a legnagyobb problémák, hanem a többi creature. Milyen többi creature?! Ne ragudj, én erről nem tudok egy szót se. Sajnos úgy érzem, itt lesz valami, amire nem szerződtem. Nem biztos, hogy bele akarok lépni. Ami ide ki van folyva, nem biztos. Oh, who are you? Stray souls who can't rest in peace. Remorse, sadness, anger, hatred. These are the emotions we all have that keep us alive and we long to live. Élek halok a démon akcentusáért. Suffering you only increase from the other world. You are not satisfied with your own things, so you cause suffering to others. Tehát beszéltem a nagy démon emberrel, és azt mondta, hogy jön egy újabb háború, mert ők jobban megérdemlik az életet. Beragadtam. Lehet még egy kicsit elmélkedek az elhangzott szavakon. Remélni merem, hogy a sztori valami olyasmi most így összeállt a fejembe, hogy a játék bemutatja valahogy a háború eredményeinek a szükségtelenségét, hogy ez az a pusztítás, amit a háború okoz, mint probléma, megoldás, hülyeség és csak pusztítást okoz az egész, és ugye jöttek ezek a árnyi lények, akik nagyobb pusztítást okoznak, mint a katonák látszólag, de igazából hasonló pusztítást végeztek ők is. Csak most ugye mi isszuk meg a levét, mert mi csúnya, buta, büdi emberek vagyunk, és háborúzunk. Tudok valamit breakdance-elni? Hegedűjek? Végig zongorázom itt a billentyűzetet. Jó, itt tudom, itt megpróbálom kinyitni, megjelenik apukád. Jaj, ne! Túl hatalmas gameplayer vagyok. Mikor is nyílt meg ez a... itt egy rune. Van egy rúnom! Már megint be fogok kattani. Megint be fogok kattani, és eljön értem a nagy démoni doboz. Medicine. És ezt tudom hasznosítani? Vagy ezt soha nem fogom tudni? Itt annyi medicine van még, egyet biztos tudok szlürpinteni. Kiskés. I found peace in your... Nem. Basszus, már rájöttem amúgy, hogyha nagyon sokat vagyok a különös testépítő árnyak közelében, akkor elromlik a... Na most jól elbújtam. Most biztos nem fog megtalálni. Tud.
Hát pedig úgy elbújtam a mellette lévő szobába. De hallod, amúgy ez sokkal érthetőbb volt. Pedig most egy olyan helyre bújtam el, ahova kifejezetten akkor kell gondolom elbújni, hogyha ő megindul kecsesen felét. Ez ugye sokkal érthetőbb volt, hogy így megtalált, mint az, mikor konkrétan futottam előle 5 kilométert. Mondjuk amúgy, hogy őszinte legyek, előbb nézném ezt egy művészeti iskolának, mint kórháznak, de... Ott is ott a csávó, aki tud engem követni. Nem? De állítólag vele meg tudok küzdeni! A fény mindenen áthidal! Csönd! Nem vagyok jól tőled! Ez egy villamos szék. Esetleg helyet foglalhatnék egy pár percre? Laci, te nagyon jól állsz, még mindig ott magadért. Na, tehát így, hogy már tudom, hogy megküzdhetek az árnyi lényekkel, így szembe szállok bátran bárkivel. Egy gyors ellenfogyasztás után. Lélegezz nagyokat! Miért én? Miért én? A zseblámpám fénye olyan erős, hogy már engem is felemészt. Szóval, hogy egy kis véleményt is mondjuk azért, és ne csak a saját hülyeségeimmel próbáljam nyugtatni magam itt a játék közben. Azt egyébként közölték velem, hogy az Outlast és az Amnézia volt az ilyen inspiráló löket a játék elkészítéséhez. Nekem, hogy őszinte legyek, inkább Outlast, így a játékmechanikán azért érezni mind a kettőt, de úgy az egész világ leginkább az Outlast inspiráltságára hajaz. Néhol van egy-egy kis ilyen bezavaró dolog így a játékmenetben, viszont azt tudnélik, hogy a srácok folyamatos fejlesztés alatt tartják a játékot. Szóval még nem vették le a kezüket így a dologról, és szerintem nagyon hozta azt, amit ígért. Szóval, hogyha nektek is tetszett annyira a játék, mint nekem, akkor mindenképp csekkoljátok le Steamen a dolgot, és támogassátok a srácokat. Egyébként 2 ember rakta össze ezt a játékot, tehát, hogy borzasztó mennyi munka lehet benne. Én is kacsingatok egyes területek felé a játékfejlesztésben, viszont higgyétek el, hogy rengeteg terület van a játékfejlesztésen belül, és mindegyiken külön ember dolgozik. Tehát az, hogy ezt ketten összerakták, az... wow. Biztos vagyok benne, hogy kialakulóban van valami mentális betegség itt a sötétben való diterkések után. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Kicsit lemaradtam ezzel a halloweeni témával, szóval ez most kicsit ilyen halloween pótlás is egyben mondhatni. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan jövök a következő videóval. Addig is legyetek jók, igyatok sok vizet, kerüljétek a kórházakat, ahol hemzsegnek a testépítő árnyemberek. Hali!